Június 27-e a magyar középkor egyik legkiemelkedőbb alakja, a Kárpát-medence népeinek egyik legnépszerűbb magyar szentje, Szent László ünnepe. A lovak király emléke előtt tisztelegve ilyenkor országszerte felidézik tetteit. Nem volt ez másként a Pákozdi Katonai Emlékpark nemzeti emlékhelyen sem, a Honvédelmi Minisztérium tábori lelkészi szolgálata, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezete és a Vitézek Történelmi Rendje Egyesület június 30-án vasárnap tartotta ünnepségét. László király munkálkodásában jól kitapintható egy uralkodót, nem csupán, nem pusztán a győzelem iránti hajsza hajt, mert egy igazi fejedelem utat mutat, felemeli azokat, akik hallgatnak rá. Országlása elején a törvényhozás és ezeknek a törvényeknek érvényszerezés szilárdította meg azt a trónt, amely helyreállította az ország belső rendjét. A pákozdi megemlékezésen Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök és Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök gondolatait, Bagaméri László, Szent László a krónikás hagyományában című előadása követte. Szent László lovak király lévén többek között a katonák védőszentje is. Hősiességével és bölcsességével a mai napig számos magyar szervezet példaképe, jelképe. Tényleg elsősorban a hősiességnek a megünneplése, tehát azt mondhatnám, hogy a történelmi vitézenek, egy szóban vagy kéne megmondani, vagy egy mondatban, hogy mi a szerepe, a hősi emlékek ápolása. Na most Szent László király aztán egy igazi példaképünk, úgyhogy elsősorban ez az, ami összeköt minket. Az ünnepi gondolatok és a beszédek után az összegyűltek a Székesfehérvár helyőrségi zenekar által kísérve felvonult a magyar vitézek emlékének állított kőhöz, és elhelyezték az emlékezés koszorúit.